Új értékesítési pont Nyírbátorban. Az elmúlt két évben 17 milliárd forintról 23 milliárdra, 1,4 millió euróról pedig 2,3 millió euróra nőtt a megyében az államkötvényekben tartott megtakarítások összege. Turisztikai jövőkép. Várhatóan 5 nagyobb komplex projekt indulhat el már az idei évben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A cégek is felvételiztetnek, a Nyíregyházi Egyetem duális képzési partnerei is beleszólnak abba, hogy kik nyernek felvételt az intézmény szeptemberben induló gyakorlatorientált képzéseire. Az elmúlt két évben 17 milliárd forintról 23 milliárdra, 1,4 millió euróról pedig 2,3 millió euróra nőtt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az államkötvényekben tartott megtakarítások összege. A Külcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Ma Nyírbátorban nyitott újabb állampapír értékesítési pontot a Magyar Államkincstár. A rendezvényen elhangzott, a megyében az elmúlt két évben megduplázódott a megtakarítási számlák száma. Az államkötvény megvásárlásával a befektető egy előre meghatározott időre kölcsönt ad a kötvényt kibocsátó államnak. Az állam kötelezettséget vállal arra, hogy a kötvény lejártakor a teljes összeget és az előre meghatározott kamatot is visszafizeti. A Magyar Államkincstár az Államadósságkezelő Központ által forintban és devizában kibocsátott állampapírokat értékesíti. Az értékesítési pontok, illetve az állampapír forgalmazó ügyfélszolgálatok bővítésével nem titkolt célunk a kincstár által nyújtott szolgáltatások megismertetése, illetve maga az államkötvény, illetve az állampapír népszerűsítése a meglévő és leendő ügyfelek között. Ezek az értékesítési pontok, illetve az ügyfélszolgálatok bővítése is ezt a célt szolgálja. A tavalyi évet 770 milliárd forint fölötti kezelt állománnyal zárta az államkincstár, az idei évben január végéig mintegy 50 milliárd forinttal nőtt ez az állomány. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében január 31-ig több mint 23 milliárd forintot és 2,3 millió eurót meghaladó megtakarítás volt állampapírban, mondta el televíziunknak Kassai László, a Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatóságának igazgatója. 3 évvel ezelőtt nyitottunk Kisvárdán egy értékesítési pontot, tavaly előtt nyitottunk Mátészalkán egy újabb értékesítési pontot, és hát ezt a mai megnyitót, ezt egyébként decemberre gondoltuk, tehát úgy terveztük, hogy minden évben ütemesen nyitunk egy-egy értékesítési pontot, tehát ez a harmadik kihelyezett értékesítési pontunk. A 3 kihelyezett értékesítési ponton készpénzforgalom nincsen, viszont elektronikus fizetési eszköz lehetőségek vannak, ott vannak a terminálok, lehet használni. Kassai László kiemelte, az elektronikus értékesítés mellett az értékesítési pontokra azért van szükség, mert állampapír csak azok vásárolhatnak, akiknek már van meglévő számlaszerződésük. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője hozzátette, az értékesítési pontok nyitásával a helyi és a határon túli magyarok előtt is egyszerűbbé vált az állami befektetések elérése. Én nagyon remélem, hogy életképes lesz ez az értékesítési pont. A térségben élők felfedezik azt, hogy a magyar állampapírba érdemes befektetni, és azokat a plusz jövedelmeket, ami reményeink szerint az új munkahelyek teremtésével is létesül, azt itt fogják elhelyezni. Ezzel Magyarország is jól fog járni, és a térségünk is. Nem különben pedig ugye Nyírbátor a vállai határátkelő hely miatt igen közel van Váciumhoz. Onnan is várjuk a befektetőket, és reményeink szerint az euró kötvények révén is jelentős haszonra tudnak majd szert tenni az ottani befektetők is. A Nyírbátori értékesítési pontban a Magyar Államkincstár valamennyi szolgáltatása elérhető, így a város lakossága és a vállalkozói számára is javítja, illetve bővíti az elérhető szolgáltatásokat, hangsúlyozta Máté Antal. A megyében jelenleg Nyírbátorral együtt 4 ilyen értékesítési pont van, ami jelzi azt, hogy a város több szempontból gazdaságilag és társadalmilag is a térség egyik meghatározó szereplője, és nyilvánvalóan a másik nagyon fontos szempont, hogy igazolja azt, hogy a gazdaság a térségben erősödik, a fizető
képes kereslet erősödik, és bízik abban a magyar állam is, nem csak a gazdasági szereplők, hogy itt a lakosságnak munkahelyei vannak, megtakarításai képződik, és ezekben az új programokban, amelyet az államkincstár indított, ő is, tehát a lakosság is fog megtakarításokat kezdeményezni. A Nyírbátori értékesítési pontban a magyar államkincstár munkatársai hetente 3 alkalommal, kedden, csütörtökön és pénteken várják az ügyfeleket. Várhatóan 5 nagyobb, komplex projekt indulhat el már az idei évben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, amelyek nagyban hozzájárulhatnak a turizmus fejlődéséhez. A turisztikai jövőkép Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében címmel megtartott szakmai konferencián a résztvevők tájékozódhattak azokról a forrásokról is, amelyeket igénybe vehetnek a fejlesztésekhez. A nagyszabású turisztikai konferenciát a megyei fejlesztési ügynökségen belül működő Europe Direct iroda szervezte Nyíregyházán. A szervezet az egyik legfontosabb célkitűzésének a megyei turizmus fejlesztésének katalizálását tekinti. Hamarosan elérhetővé válnak a turizmus fejlesztést támogató Európai Uniós források. A turisztikai konferencia célja többek között az volt, hogy segítse a felkészülést a pályázatok beadására. A megyei önkormányzat fejlesztési célkitűzései között több a turizmust is érinti. Gondolkodunk olyan integrált projektekben a top turisztikai forrásain belül, amelyekkel destinációként szeretnék megvalósítani olyan komplex, nagy területeket, destinációkat átfogó programokat, amelyek valóban olyan turizmusfejlesztési forrásoknak a lehívását teszik lehető, és illetve olyan fejlesztéseknek a megvalósulását, amelyek nem pontszerűen, hanem komplex gondolkodást sejtetve, illetve azt megvalósítva hajtanak vagy végre olyan turisztikai fejlesztéseket Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, amelyek hatékonyan hozzájárulnak majd ahhoz, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg tényleg hogy olyan megye legyen, ahol nem csak jó élni, hanem ahová jó visszatérni is. A terület és település fejlesztési operatív program keretében már megjelentek a turizmus fejlesztés célzó pályázati felhívások, illetve a gazdasági és innovációs operatív program keretében is fokozatosan elérhetőek azok a pályázati lehetőségek, amelyek a turizmus fejlesztését célozzák meg. Várhatóan 5 olyan nagyobb komplex projekt, turisztikai projekt indulhatna el, akár ebben az évben, vagy legalábbis jövő évben mindenképpen a megvalósításra elkezdődne, amely a megye egyes nagyobb destinációira irányulna. Itt a destinációk alatt a megye nagyobb néprajzi, földrajzi tájegységeit értjük, tehát Rétköz, Nyíri mezőség, Nyírség, Szatmár-Bereg. Ez gyakorlatilag ezeknek a destinációknak a komplex fejlesztése indulna el. Minden projekt tartalmazna az előbb említett ágazatoknak a fejlesztésének a kombinálását. A konferencián az ország elismert idegenforgalmi szakemberei világítottak rá arra, hogyan lehet a turisták számára vonzóvá tenni megyénket. Lehet ugye direkt is ezt az inspirációt irányítani, lehet, hogy ez spontán alakul ki, legfontosabb az, hogy a marketingben mindenképpen sokkal nagyobb hangsúlyt kell arra helyezni, hogy ez a térség, ez a megye egy inspiratív hely. Az elkövetkezendő években a megye turizmus fejlesztésében a legfontosabb prioritásokat a kiemelt örökség helyszínek fejlesztése, a természetjárás, a természeti értékek bemutathatósága, a kerékpáros és vízi turizmus fejlesztése élvezi. A Nyíregyházi Egyetem duális képzési partnerei is beleszólnak abba, hogy kik nyernek felvételt az intézmény szeptemberben induló gyakorlatorientált képzéseire. A felvételizőknek ugyanis február 15-éig az egyetemre, február 28-áig pedig az egyetem partner cégeinél is jelentkezni kell a duális képzésre. A cégek felvételi elbeszélgetésre hívják a leendő hallgatókat, annak eredményességéről pedig a fiatalt és az egyetemet is értesítik július 3-áig. A Nyíregyházi Egyetem szeptembertől 4 szakon indít duális képzést 3 mérnökin, valamint a gazdálkodás és menedzsment alapszakon. A képzésre jelentkezés egyik alaphatárideje február 15-e. Nagyon fontos, hogy be kell jelölni a jelentkezést, hogy duális képzési formában szeretnének jelentkezni a hallgatók. Ezután tájékozódni kell az egyetem honlapján, hogy melyek azok a partnerszervezetek, ez közel 20 mind a 4 szak esetében összesen, hogy melyek azok a partnerszervezetek, ahol el lehet tölteni a gyakorlati időt. Február 28-ig kell jelentkezni a hallgatóknak, a leendő hallgatóknak a cégek honlapján a felvételi eljárásba, és a tavasz folyamán történnek meg a felvételi elbeszélgetések, amelyeknek az eredménye július 3-áig derül ki, azaz a partner szervezetek július 3-áig értesítik ki mind a hallgatót, mind pedig az egyetemet, hogy felvételt nyertek-e a cég kiválasztása során.
A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei cégek többsége örül a duális, azaz a gyakorlatorientált képzések beindításának. Mi alapvetően logisztikai irányban tevékenykedünk a megye keleti végén Záhonyban, és ennek kapcsán voltak korábban is már érdeklődéseink a főiskolával, arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet olyan szakképzett fiatalokat az ország keleti végébe, ugye az ország majdnem a legtávolabbi pontjára csábítani és itt tartani, akiknek értelmes munkát, munkavégzést lehet biztosítani. Én azt gondolom, hogy, és azt mondtam el a tavalyi év végén az alakuló duális képzés indítóján is, hogy én azt hiszem, nyilván ismerve a főiskolát, ma már egyetemet, hogy az itt meglévő szakképzés és tanítás felkészítés az bőven alkalmas arra, hogy ennek a feladatnak megfeleljen. A duális képzés azért is lehet vonzó a fiatalok számára, mert a tanulmányok lezárását követően akár munkatársi átvételre is nyújthat lehetőséget az egyetem partner cége. Megállt a rákos megbetegedések számának növekedési üteme Magyarországon. 100 000 lakosra jelenleg 600 diagnosztizált beteg jut. Február 4-e a rák elleni küzdelem világnapja. A szakemberek a szűrések fontosságára próbálják felhívni a figyelmet, mivel a korai stádiumban kezelt betegeknek akár a teljes gyógyulásra is esélyük lehet. Február 4-e idén már 16 éve a rákellenes világnap. Ennek egyik fő célja a figyelemfelhívás a szűrések fontosságára. A vizsgálatok segítenek, hogy még gyógyítható állapotban diagnosztizálják a rákos betegeket. Ennek is köszönhető, hogy napjainkban egyre többen élnek együtt ezzel a betegséggel. Ma Magyarországon 100 000 lakosra kb. 600 új megbetegedés van, és kb. 400-an. Halnak meg, tehát a növekedés üteme megállt. Ami viszont nőtt, az a prevalencia, tehát magyarul még egy pár évvel azért olyan 450 volt, akik meghaltak 100 000 lakosra, ma ez a szám már olyan 350-360 körül van, tehát magyarul több az élő, daganattal élő beteg, és hát az emberek ezt veszik észre a környezetükbe. Természetesen még nagyon sok beteget el is vesztünk, és ez a szám elég magas még mindig. Minél hamarabb diagnosztizálják a betegséget, annál nagyobb az esélyük az érintetteknek a hosszabb életre. Az egyes stádiumok között sok esetben csak hónapok telnek el. A szakember azt is hozzátette, akár a teljes gyógyulást is elérhetik azok, akik időben keresik fel orvosukat. A prevenció ennél a betegségnél azonban nem lehet megoldás, ugyanis a betegség genetikai eredetű, az egészséges életmód és a kártékony anyagok kirekesztése viszont számukra is javasolt, közölte a főorvos. A primér prevenció az talán majd a HPV vírus, nőgyógyászati, és mostanában pedig a fejnyaki daganatoknál beszélik. Ez primér prevenció, hogy ne is legyen beteg. Ez amikor azt mondják, hogy a nemi élet megkezdése előtt a hölgyeknél kapják-e meg a vakcinájukat, vagy ne. Ez nagy valószínűséggel már primér prevenció. Az összes többi betegségre még ma primér prevenció nem létezik. Ezért tudomásul kell vennünk, hogy marad a szekunder prevenció. A szekunder, azaz másodlagos prevenció a betegségek még korai panaszt nem okozó szakaszában való felismerését és minél gyorsabb gyógyítását jelenti. Több mint 125 millió forintból újították fel a nyíregyházi törvényszék, gazdasági hivatal, a cégbírósága és a nyíregyházi közigazgatási és munkaügyi bíróság közös épületének pince szintjét. A beruházásról hamarosan szólunk, előtte nézzük a híradó további témáit. A címvédő nyírgyulai csapat nyerte a harmadik Nyírerdő kupa teremlabdarúgó tornát. A megyei első és másodosztályban szereplő együttesek számára kiírt sorozat döntőjében a nyírgyulai 4-0-ra verte a Sényűt. Bravúros győzelmet aratott a Superliga 14. fordulójában a nyíregyházi Teke Klub együttese. Az NTK az egyéni világbajnok Kakuk Leventével, valamint jelenlegi és korábbi válogatottakkal érkező Győr csapatát fogadta, és a vendégek 5-3-as vereséggel távoztak a Városi Stadion Teke csarnokából.
Több mint 125 millió forintból újították fel a Nyíregyházi Törvényszék, Gazdasági Hivatala, Cégbírósága és a Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság közös épületének pince szintjét. A törvényszék elnöke arról tájékoztatott, a beruházás a korábbi vízbetörések, beázások miatt volt indokolt. Most már modern irattárolás és iratmozgatás valósítható meg az épületben. Nyakó Zsuzsanna kiemelte, idén további fejlesztések várhatóak az épületen, valamint több Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei járásbíróságon is. Ez a Nyíregyházi Törvényszék, Gazdasági Hivatala, Cégbírósága és a Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság közös épülete, amelynek 700 négyzetméteres pince szintje teljesen megújult. Itt a modern, gördülőpolcos rendszeren több mint 3100 folyóméter iratot tudnak elhelyezni, valamint azokat szakszerűen mozgatni, többek között ezzel az új iratlifttel. A beruházás több mint 125 millió forintba került, azonban az épület fejlesztése nem áll meg. Folyamatban van előkészítés alatt közbeszerzési eljárással további munkálat a Toldi utcán, tetőszigetelést valósítunk meg energiatakarékossági program keretében, a fűtésrendszer korszerűsítése történik meg, nyilászáró csere, illetőleg külső hőszigetelés. Ez az, ami még körülbelül erre az épületre egy körülbelül 100 millió forintos további ráfordítást jelent. Az elnök hozzátette, a pinceszinti, illetve a további felújításokat a törvényszék az Országos Bírósági Hivatal anyagi támogatásával valósította és valósítja majd meg. Költségvetési törvényben rögzítve 8,5 milliárd forint áll rendelkezésre bírósági épületek építési beruházásaira. Ez egy költségvetési évre vonatkozó összeg, és ezen belül viszont az építési beruházások azok naptári éveket követően áthúzódóak, tehát adott esetben több összességben 3 évről beszélünk, és ez egy adott évre vonatkozó összeg. A tervek szerint idén több Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei járásbíróságon is elkezdődnek felújítási munkálatok. A fehérgyarmati központban többek között festésmázolási munkákat végeztetnek majd, a Mátészalkai járásbíróságon a nyílászárókat cserélik, valamint bűnjelraktári kapacitás bővítés is várható, a Vásárosnaményi épületnél pedig többek között a tetőt újítják majd fel. A címvédő nyírgyulai csapat nyerte a 3. Nyírerdő Kupa teremlabdarúgó tornát. A megyei első és másodosztályban szereplő együttesek számára kiírt sorozat döntőjében a nyírgyulai 4-0-ra verte a Sényőt. A 3. helyen a Rakamaz, a 4. pedig a Csenger végzett. A Magyar Labdarúgó Szövetség Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatósága évek óta szervez egy téli felkészülési teremtornát a megyebeli csapatok számára. Idén 38 első és másodosztályú együttes vágott neki a selejtezőknek. A középdöntők után állva maradt 8 gárda Nyíregyházán a Filófoszi csarnokban lépett pályára. Kiválóan sikerült a 8-as döntő, rég volt ilyen, hosszú évek óta nem emlékszünk olyanra, hogy tényleg mindenki jól érezte magát, és hogy rendkívül sportszerű hangulatban zajlottak a mérkőzések. Ugye azért bármilyen tornáról beszélünk, legyen az kispályás, nagypályás, ott, ahol a végén már tét van, ahol már kiéleződnek, ugye helyezésért játszanak, ugye a torna győzelemért, ott azért mindig szokott lenni egy kis feszültség a levegőben, esetleg egy-egy kis kakaskodás. Hála jó Istennek most semmi nem volt, tehát semmilyen nem történt. A nyírgyulaiak a döntőben 4-0-ra győzték rá a Sényőt. A bronzmérkőzésen a Rakamaz 2-1-re vert a Csengert. A gólkirályi címet a rakamazi Cseh Kristóf szerezte meg, a legjobb játékosnak a nyírgyulai Lovas Norbertet, a legjobb kapusnak pedig a Sényőt erősítő Szabó Zoltánt választották meg a szakemberek. Bravúros győzelmet aratott a Szuperliga 14. fordulójában a Nyíregyházi Teke Klub együttese. Az MTK az egyéni világbajnok Kakuk Leventével, valamint jelenlegi és korábbi válogatottakkal érkező Győr csapatát fogadta, és a vendégek 5-3-as vereséggel távoztak a Városi Stadion Teke csarnokából.
A Szuperliga mezőnyéből kiemelkedő négy élcsapat egyikét a Győrt fogadta az NTK, és tekintve, hogy a világ egyik legjobbjának számító Kakuk Levente mellett jelenlegi és korábbi válogatott játékos is erősítette a vendégeket, a hazaiak célja a tisztes helytállás, esetleg egy bravúrszámba menő döntetlen kiharcolása volt a mérkőzés előtt. Ehhez képest az első sorban Szlovenszky Tibor, a másodikban pedig Finta Zoltán és Magyarósi Péter is legyőzte riválisát, így a záró körben már a Hakker kastüradó kezében volt a nyíregyházi győzelem sorsa. Kastora Zsolti rosszul kezdett, azonban fél időre már átvette a vezetést fában, és a harmadik szettenben meg olyan jól teljesített, míg az ellenfelét teljesen azt lett, hogy letaglózta, hogy már 27 fával vezetett Zsolti, és látszódott, hogy nála is meg lehet a pont, míg mellette a kedvezőnek is érett a csapatpontja. A csapatfába volt már csak kérdés, azt lehet mondani az utolsó tarolásra fordulva, hogy hova fog billenni, hogy esetleg egy 7-1-es győzelmet sikerül meglepetésre aratnunk, vagy még esetleg meg tudják fordítani a vendégek a párharcokat, de látszódott, hogy nem tudják faragni a hátrányukat oly mértékben, hogy ne legyen meg az 5 meglepetésnyi egyházi csapatpont, és ismét előfordult az, mint annak idején több mint 10 évvel ezelőtt a Vízművek otthonában, hogy hiába ütöttünk kevesebb csapatfát, ugyanis 3 fával alul maradtunk a győriekkel szemben, azonban mivel több csapatpontot, egyéni pontot szereztünk, így 5-3 arányban sikerült diadalmaskodni, és azt lehet mondani, hogy a Nyíregyházi Teke klub egyik legnagyobb sikerét értük el ezáltal. A Szuperliga élén a 100%-os Szeged áll 26 ponttal, megelőzve a 23 pontos Zalaegerszeget és a 22 pontos Lépce lakot. A Nyíregyházi Teke klub 10 ponttal a 8. helyen várja a folytatást. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Az elmúlt 2 évben 17 milliárd forintról 23 milliárdra, 1,4 millió euróról pedig 2,3 millió euróra nőtt Szabolcs-Szatmár Bereg megyében az államkötvényekben tartott megtakarítások összege. Ma Nyírbátorban nyitott újabb állampapír értékesítési pontot a Magyar Államkincstár. A rendezvényen elhangzott, a megyében az elmúlt 2 évben megduplázódott a megtakarítási számlák száma. Várhatóan 5 nagyobb, komplex projekt indulhat el már az idei évben Szabolcs-Szatmár Bereg megyében, amelyek nagyban hozzájárulhatnak a turizmus fejlődéséhez. A Turisztikai Jövőkép Szabolcs-Szatmár Bereg megyében címmel megtartott szakmai konferencián a résztvevők tájékozódhattak azokról a forrásokról is, amelyeket igénybe vehetnek a fejlesztésekhez. A Nyíregyházi Egyetem duális képzési partnerei is beleszólnak abba, hogy kik nyernek felvételt az intézmény szeptemberben induló gyakorlatorientált képzéseire. A felvételizőknek ugyanis február 15-ig az egyetemre, február 28-ig pedig az egyetem partner cégeinél is jelentkezni kell a duális képzésre. A cégek felvételi elbeszélgetésre hívják a leendő hallgatókat, annak eredményességéről pedig a fiatalt és az egyetemet is értesítik július 3-ig. A Kölcsei Televízió híradóját látták csütörtökön, friss hírekkel péntek este is várjuk majd Önöket, tudósításainkat továbbra is elérhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk kisebb havazással. Front nem ér el bennünket, de egy nyugatról kelet felé haladó, több helyen csapadékkal kísért felhőzóna vonul át felettünk. Éjjel eleinte időnként majd többször megnövekszik a felhőzet, havazás előfordulhat. Az északnyugati szél időnként megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 fok körül alakul. Holnap napközben változóan felhős lesz az ég, több órás napsütés is várható, havazás lehet. Az északnyugati szél helyenként megélénkül, délutánra 4 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. A szombati napos idő után vasárnap nyugat felől megnövekszik a felhőzet, de estig nem várható csapadék. A jövő hét első felében sok lesz a felhő, többfelé és több alkalommal is valószínű esőzápor. Kezdetben sokfelé fagyni fog hajnalban, majd enyhülnek az éjszakák. Napközben egyre több helyen
délután 10 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, a jövő hét elején néhol a 15 fokot is meghaladja. 1888-ban ezen a napon országszerte barna színű hó esett, ami a korabeli vizsgálatok szerint svédországi eredetű ásványoknak köszönhette a színét.